az inflációs jelentés a jegybank negyedévente megjelenő makrogazdasági elemzése és prognózisa. Ezt mindenki számára elérhetővé tesszük a honlapunkon, és ez egy új felület, ahol ismételten bemutatjuk ennek az inflációs jelentésnek a legfontosabb üzeneteit, illetve a prognózisunkat. A jelenlegi elemzés alapvetően egy kedvező makrogazdasági pályát mutat be. A tavalyi éves 4%-os gazdasági növekedést követően az idei évben még élénkülhet is a GDP-nek a bővülése. 4,2%-os gazdasági növekedésre számítunk az idei évben, amit elsősorban a háztartásoknak a fogyasztása, illetve a beruházások támogatnak. 2019-ben, illetve 2020-ban, ahogy ezek a ciklikus hatások egy picit kifutnak, úgy gondoljuk, hogy lassulni fog a gazdasági növekedésnek a pályája. Fontos és kedvező újdonság, hogy az export piacainkon, tehát ahol a külkereskedelmi aktivitást folytat a magyar gazdaság, ott is egy kedvező konjunktúra bontakozik ki, jobbak lettek a növekedési adatok a vártnál, és ez azt jelenti, hogy a kereslet a hazai termékek, illetve a szolgáltatások iránt szintén emelkedhet a következő időszakban. Ami a beruházásokat illeti, a vállalatok, a kormányzat és a háztartás is várakozásaink szerint dinamikusan fogja emelni a beruházási aktivitását, és ez majd jelentősen hozzá fog járulni a GDP-nek a bővüléséhez. Az inflációs jelentés, ahogy a neve is mutatja, annak azért mégiscsak a legfontosabb változója, a legfontosabb előrejelzése a fogyasztói árindex, vagyis az, hogy mennyivel emelkednek az árak Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Az látható, hogy új információval nagyon nem szolgálhatunk a decemberi előrejelzésünkhöz képest, mivel nagyjából azon a pályán halad a fogyasztói árindex, az infláció, mint amire korábban számítottunk, és ennek megfelelően az előrejelzésünk szerint 2019 közepén éri el a jegybank fenntartható módon a 3%-os inflációs célját. Rövid távon egy pici emelkedésre számítunk, tehát a következő pár hónapban az infláció emelkedhet, de ez alapvetően technikai bázishatások miatt következik be. Hosszabb távon pedig az látható, hogy ahogy a fogyasztás emelkedik, ahogy a GDP emelkedik, ez egyre nagyobb teret enged a vállalatoknak arra, hogy emeljék az árakat, és így lassan, fokozatosan emelkedhet az infláció a jegybank által kitűzött 3%-os inflációs célra. Nagyon fontos emellett a háztartások számára természetesen a munkaerőpiac. A tavalyi évben 13%-os bérnövekedést regisztrálhattunk. Az idei évben továbbra is kétszemjegyű marad a várakozásunk szerint, több mint 10%-kal fognak nőni a nemzetgazdasági bruttó bérek, és emellett a munkanélküliségi ráta tovább csökken a jelenlegi nagyon alacsony szintjéről.